Markolók és dömperek állandó mozgásban a jövőben megépülő, elkerülő harmadik szakaszának építési területén. A munkaterületet május elején adták át, az engedélyek megszerzése után az előkészítő munkákkal indult a kivitelezés, közvetlenül az agyva mellett. Végre elkezdődött a Jászberényi elkerülőnek a befejező útszakasza. De nem volt egy könnyű történet, ismerjük a kronológiát. Az országban mindenhol útfelújításé folyik a harc, és hát a torta soha nem 12 szeletből áll. Nem volt egyszerű kiharcolni, amiben komoly szerepe volt a jászberényi vállalkozóknak, Jászberény gazdasági erejének, de végre eljutottunk odáig, hogy nem csak beszélünk róla, hanem látjuk, hogy a jászberényi elkerülő elkezdődött, jó ütemben halad, reményeink szerint és a kivitelező ígérete szerint 2022 tavaszára átadható. Tudta, hogy a kétszer egy sávos 4,5 kilométeres útépítése közben közel 500 000 köbméter földet mozgatnak meg? A kiásott kialakított nyomvonalra hozzávetőleg 17 000 köbméter pályaszerkezeti burkolatot fognak ráépíteni. Az agyva folyó keresztezésében pedig 3 nyílású 66 méter hosszú, előre gyártott vasbeton tartós gerendahíd épül, mely úttest magasságának legtetején 8 méter emelkedik majd ki a környezetből. A Jászberényi elkerülő befejező ütemét a Kolasz út ZRT és a Hedo Kft. Konzorciuma kivitelezi. Pócs János sok éve kritikaként kapja meg, hogy ez nem csak a korábbi ciklusok restanciája, de regnálása óta az ő egyik legnagyobb ígérete és felelőssége is egyben. Hát ha úgy közelítjük meg, ahogy az ellenfeleim szokták, hogy nekem ez politikailag fontos, akkor azt nem szeretném cáfolni. Igen, politikailag nekem ez fontos, mert politikailag nekem az fontos, ami jó az embereknek. A jászberényi gazdasági szereplőinek, illetve a jászság gazdasági szereplőinek, ahhoz, hogy továbbra is stabilan állják a piaci versenyt, sőt erősödjönek, sőt új ügyfelek érkezzenek, partnerek érkezzenek Jászberényhez, ott a gazdaság, ebből a szempontból a Jászberényi elkerülőnek elengedhetetlen szerepe van. Itt jön képbe a kormány hármas törekvése, miszerint a megyejogú, illetve a nagyobb ipari városok minél előbb csatlakozzanak be a gyorsforgalmi hálózatba. Az autópályák 2023-ig érjék el az országhatárt, és 2024-re minden magyar településről 30 perc alatt elérhető legyen egy gyorsforgalmi út. Emellett megtudtuk, hogy Jászberény közvetlen vasúti összeköttetése a fővárossal újra előtérbe került. Ezzel párhuzamosan megindult egy olyan program, ami Jászberényt közvetlenül vonatjárat összeköti Budapesten. Ez lesz a legolcsóbb és a leggyorsabb elérési lehetőség a jászberények számára Budapest felé. Kevésbé emlegetett pozitívum az előbbi információk tükrében, hogy az elkerülőre vagy később a vasúti vonalra száműzött tranzit és teherforgalom újra tervezhetővé tenni a város belső forgalmát. Addig viszont még itt is sok a munka, az autósok várhatóan 2022. szeptemberétől használhatják majd az elkerülőt.